Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmondd az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál. Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos. Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztorit színezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz. A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás. Hát igen. Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a meséled. Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem. Bokáig Pezsgőben. Apai ágomról annyit tudok, hogy a déd nagyapám az mézes kalács árus, készítő és árus volt egy Vértes nevű Bihar megyei községbe, és állítólag szegény ember. Őt nem ismertem már persze, egyébként Kupfernek hívták, ami németül rezet jelent, úgyhogy ebből magyarosítottam én magam részre és a bátyám. Ő, nagyapám már jobb módú volt, fakereskedő volt Székelyhídon, őt se ismertem, olyan fiatalon meghalt, de nagyanyám sokáig élt, már háború után halt meg, és ő egy ilyen falusi kulákasszony-szerű életet él, zsidó kulákasszony volt. Nyarakat nála töltöttem általában, úgyhogy elég sokat voltam falun, amit nem azért mondok, hogy népi gyökereimet bizonyítsam, csak egyszerűen, mert tény. Hát ez volt az apai ág. Anyai ágon pedig nagyon szegény kiskereskedők, sőt vigécek voltak az őseim. Talán ismered ezt a szót még, hogy vigéc. Ugye az a német vigécből, hogy megy magának, ból jön. Ezek faluról falura jártak, és nem tudom, mivel kereskedett az anyai nagyapám. Szüleim már orvosok voltak, ez egy szokásos fejlődés volt ebben a generációs sorban. Apám minden testvére, fiú testvére egy kivételével orvos lett, és a lány testvérek mind orvoshoz mentek feleségül. Egyébként erről volt egy történet a családban, hogy a nagymama, Székelyhídi nagymama, így hívtuk, egy nagyon szigorú néni volt, mint őre nagyon jól emlékszem, ilyen mindig feketébe járt, a férje halála óta, és egy ilyen fekete fejkötő volt rajta, amin a flitterek voltak. És rettentő szigorú volt, nagyon takarékos is, egyszer kaptam tőle 10 lejt, ugye román világ volt Erdélyben, és az alatta ide, hogy itt van fiam, 10 lejt, aztán el ne költsd. És akkor mondtam, hogy hát mit csináljak vele, nagymama, miért tetszett itt adni a pénzt. Na ez a nagymama, az volt a szokás a családban, hogy a fiúkat kitanították, a lányok meg hazományt kaptak. És az egyik lány, az Ella, beleszeretett egy nagyon szegény orvosba, akit Simon Ernőnek hívtak, és Simon Ernő megkérte a kezét, és akkor azt mondta a nagymama, hogy rendben van, Ellának is nagyon tetszett, és Simon Ernő azt mondta, hogy egy Ellának, tehát a mennyasszonyának, hogy ő bevallja neki, hogyha megkapja a hozományt, akkor ebből nem az orvosi rendelőjét fogja berendezni, arra kapták a hozományt elkezdeni az életet, hanem ő neki olyan szegény a húga, hogy azt soha senki nem fogja elvenni hozomány nélkül, tehát ő a hozományt odaadja ajándékba a húgának, hogy az férjhez tudjon menni. Hát el a kétségbe volt esve, hogy az anyja nem fogja hozzáadni Ernőhöz, és hát elmondta a mamának, mint Róza néninek hívták a mamát, és a nagymamámat, és erre Róza néni azt mondta el a legnagyobb meglepetésére, hogy ez egy rendes ember, aki a húgát ki akarja házasítani, úgyhogy te két porció hozományt kapsz, az egyiket adja oda a húgának, a másikból pedig rendezze be a rendelőjét, ami Aradon történt aztán, boldog házasság volt,
fiúkból fagottos lett, most Izraelben fagottos, és ők már persze nem élnek, és hát ez egy ilyen nagy családi legenda volt, hogy a takarékos, hogy smucik nagymama, az két hozományt adott az Ella lányának. Én szeretem ezt a történetet, be kell, hogy valljam neked. Ők már egyébként abszolút magyarnak nevelkedtek, nagyon vallásos zsidó család volt, tehát a vallás zsidó volt, de a kultúra az magyar volt, hát Arany Petőfi Tompát tudták, ez evidens volt a számukra, falun nőttek fel a paraszt gyerekekkel együtt, és ez a kettő tökéletesen megfért, szóval ez semmilyen problémát nem okozott ez a... És aztán felkerültek egyetemre. Apám Pesten kezdte, aztán Frankfurtba folytatta, és Kolozsváron fejezte be, mert akkor már román világ lett 19-ben. Anyám is egyetemre járt, ő az első között végezte, szóval nő első között, Erdélyben első között végezte az egyetemet, ugyancsak Kolozsváron. Ott ismerkedtek még. Hát ez a történet. Aztán Aradon éltek, ami egy elég konzervatív város volt, Arad marad, ezt szokták mondani róla, ott olyan nagyon kultúra se volt, úgyhogy apám ott elég ismert orvos lett, elkezdett írni is, írt egy ilyen regényt, főleg ilyen történelmi tárgyú dolgokat, Giordano Brunóról írt az első regényét. Ott éltünk eléggé jó módban. Ő általános orvos volt? Nem, ő nőgyógyász volt, sebésznőgyógyász volt. A tábor után a nagyváradi bábaképezdének lett az igazgatója. Azt mondják, hogy nagyon jó orvos volt, hát ezt én nem tudom elbírálni, de dicsérték. És édesanyád? Anyám bőrgyógyász volt, ő aztán abba hagyta egy időben a praxis, mikor két gyereke lett, volt egy bátyám, Ádám, és én meg beteg is lettem, kiskoromban gyerek paralízist kaptam, úgyhogy sok baj volt velem, és akkor egy néhány évre abba hagyta. Akkor nagyon beteg voltam az elején, az egy kemény betegség volt, és akkor valóban sok fájdalmam volt, ugye? Hát ez egy nagyon ronda betegség, ez a Heidegger-Medin, ahogy hívták, vagy gyerekparalízis. Annak meg az a története, hogy mikor ez a járvány jelentkezett Aradon, akkor apám megfogott, és kivitt Gyorokra, ami Arad mellett egy szőlő, hogy hát ott, oda nem fog utánam jönni a bacillus, ott, és ott kaptam meg. Úgy, mint ez a bizonyos keleti mese, tudod, hogy a halál elől elmenekül valaki, és akkor ott várja már a halál abban a városban, ahova menek. Na hát körülbelül ennyit. 38-ba kerültünk át Váradra, hát arról már sokkal eleve nem, és ott voltam 10 évig, egy év megszakítással, háborús év megszakításával, hát arra nagyon jól emlékszem az Váradra, ott jártam iskolába, és ott kezdtem el úgy komolyabban olvasni. Ott volt egy nagyszerű kölcsönkönyvtár, hegedűs kölcsönkönyvtár, ahol mindent meg lehetett kapni, akkor már tudtam kicsit franciául, és ott onnan vittem, és apámnak is óriási könyvtára volt. Részben azonos ezzel, ez részben apám, hát a néhány könyv megmaradt belőle. És vissza tudsz emlékezni az ilyen legelső olvasmányélményekre? Tehát még nem is... Hát teljesen közhelyes ügyek, János Vitéz, Toldi, ezeket olvastam elsőre természetesen. Anyám tudta betéve a Toldit, sőt öregkorában, mikor félt a Toldi romlik a memóriája, akkor mindig mondogatta a Toldit, és tudta is egyébként sokkal jobban, mint én. Most, lehet, később már én is fogom tudni. Úgyhogy ezeket olvastam, aztán Victor Hugo-t olvastam végig franciául, azt imádtam. És nem csak a híreseket, a Nyomorútakat, meg a Párizsi Notre-Dame-ot, hanem a Nevető embert, meg a Tengermunkásait, meg ezeket nagyon szerettem. Azt hiszem nagyon jó kis egyébként az a gyanúm. Dumát olvastam végig. De 13, ilyen koraire gyerek voltam, és 13-14-es koromban már olvastam a moderneket, tehát Julian Grint, meg Proustot kérlek 13 éves koromban. Hát egy szót se értettem belőle. Már nem nyelvileg, hanem tartalmilag. Úgyhogy az volt. Milyenek voltak azok a barátok? Milyen volt az a közeg, az a környezet? Amiben éltetek, és akik nálatok megfordultak? Hogy mondjam, apám, ha ma nézem, és tárgyilagosan már, tehát se nem ellene, se nem mellette, kiemelkedett az kétségtelen abból a rétegből, amelyben élt. Intellektuálisan, szakmai ismeretekben, irodalmi ismeretekben, nyelvtudásban, mindenben. De a
illetszemléletében sok rokonság volt azokkal az emberekkel, akiket lenézett, és akiket némi joggal nézett le. Tehát a többi orvos, meg kereskedő, meg ügyvéd, akik jártak hozzánk. Aztán volt egy néhány ember, azok többnyire nem is Váradi, illetve volt egy Váradi, akit nagyon szeretett, az Horváth Imre volt a költő, nagyon jó költő, nem ismerik nálunk, meg van még, voltam nála most Váradon, 85 éves, aki hát egy ilyen bohém újságíró költő volt, vagy alkoholista, és néha rájött az őrület, és akkor a lovak előtt letérdelt, és csókolgatta a lovakat és a lovak lábát, hogy csak ti vagytok rendes emberek. Egy ilyen pauvre lélianos ember volt, szóval egy ilyen verlenes figura. Hát Vára tele volt ilyen fura figurákkal. Tabéri Géza volt, aki járt hozzánk. Aztán Pestről lejött Benedek Marci bácsi, ő volt, Horváth Imre volt az első író, ha apámat nem veszem annak, akit láttam. Marci bácsi az nagyon nagyra tartott apám, mármint szabadkönyvest is, apám szabadkönyves volt. És Marci bácsi lett később a nagymester. Egyébként nagyszerű ember volt. Egész elképedve olvasom, hogy a fia most milyen hülyeséget beszél össze-vissza a Benedek István. Akit ugyancsak jól ismertem persze, és nagyon értelmes és művelt ember volt. Szóval Marci bácsi járt oda, tehát olyan irodalmi légkör volt, hogy úgy mondjam. Apámmal meg lehetett beszélni olvasmányokat, nem volt tiltva semmi, tehát Zolát lehetett 12 évesen olvasni, vagy a Turidanit, vagy nem, a Sárarajnit, szóval ez nem volt. Apámnak meg voltak az első Babics kötetek, akkor vette meg, mikor megjelentek, vagy Kosztolányi, vagy Somjó Zoltán, vagy Füst Milán, szóval ennyiben egy jó környezetben nőttem föl. Anyám Kafka Margitot imádta, meg volt minden Kafka Margit, az is abban az évben vette meg, amikor megjelentek, szóval az természetes volt. Egyébként Váradon kérlek szépen volt egy könyvkereskedés, a Vidor Manó könyvkereskedése a fő utcán, ahol bementél, akkor mindent meg lehetett kapni, és ha véletlenül nem volt meg, akkor nagyon egy két hete megjelent francia regény, akkor az a nagyon elcsodálkozott a vásárló, hogy nincs meg az új Malraux regény, és egy hét múlva, vagy két hét múlva Vidor úr szállította. Sokkal közelebb voltunk Európához, mármint az a réteg, egy polgári réteg, mint most. Tehát az pillanatok alatt bejött. Francia lapokat, azokat egy nap késéssel ott lehetett kapni, úgyhogy ez azért volt. Hát és Adi Váradja. Hát ez is gondolom, ebben a rétegben tudatosodott. Hát persze, hát azt mutatták. Az a ház, ahol mi laktunk, az valaha a Brühl családé volt. Tehát a Léda családjáé. Hát ez egy fogalom. És ebben nem volt sznobizmus egyébként, ez teljesen beépült normálisan a mindennapi jelenbe, úgyhogy ez abszolút oké volt. És a nevetetéstek mennyire volt, hogy úgy mondjam, tudatos? Apámnak nem volt ideje arra, hogy velünk foglalkozzon. Ő rengeteget dolgozott, szóval éjszaka berohant a kórházba, meg rengeteget dolgozott. Tehát ő csak egy ilyen intellektuális ügy volt, hogy meg lehetett tőle kérdezni, hogy mit jelent az a latin szó, vagy mit tudom én mi, de abszolút nem foglalkozott velünk. Anyám valamit, ő se nagyon sokat, vagy ő is dolgozott, vagy a háztartást vezette, vagy magunkra voltunk utalva. Na most bátyám nagyon kivételes képességű ember volt, sokkal jobb képességű, mint én, jobb volt a nyelvérzéke is, egészségesebb is volt. Tehát én inkább rajta keresztül közlekedtem a kultúrával. Engem nem vertek soha, lehet, hogy a betegségem miatt is, mi is voltam rossz gyerek. Ádámot verték, de ő elég rossz volt. Úgyhogy, hát nem olyan borzalmasan, de néha kapott pofonokat. Nem volt olyan nagyon tudatos, nem voltak vallásosak. Ha nagymamák megjelentek, akkor megjátszották, hogy vallásosak, akkor volt koser, még nem tudom én micsoda, de egyébként abszolút nem voltak templomjárók, és otthon vettünk szalonát, meg minden, és bennünket se kényszerítettek semmilyen. Tehát egy teljesen asszimilált réteg volt. És hát semmilyen zsidó kultúrára bennünket nem oktattak, csak magyar kultúrára.
Hát máig sajnálom egyébként, mert évtizedekkel később kellett elolvasnom zsidó történelmi könyveket, meg egyetlen egy dolog volt, a anyai nagyapám az húsvét estét tartott, úgynevezett széder estét, ami egy gyönyörű szertartás, és arra mindig elmentem, az egy óriási cirkusz volt. De azt úgy éltük át, mint cirkuszt. Tehát azt hiszem, minden gyerek úgy éli át a vallási dolgokat, mint cirkuszt, nem mint hitet. De azt azért sajnálom, hogy kevés vallási élményem van. Tehát én sokkal otthonosabb vagyok az Új Testamentumban, mint az Ó Testamentumban. Iskola? Elemi iskola első éve? Elemibe Aradon kezdtem, aztán Váradon. Érdektelen, nem érdemes szót vesztegetni rá. Egy-két tanárnőre emlékszem. WC-ben való fiúbarátság, kötött fiúbarátságokra, egymásnak megmutatott nemi szerveinkre, ilyesmikre, de hát ezek közhelyek, ez mindenkivel megtörténik. Aztán bekerültem a zsidó liceumba először, és aztán a Szent László gimnáziumba később, de ez már később volt, onnan kicsaptak egyébként. Ez azért volt, mert 46-ba szerelmes voltam két orsolyás kislányba, az egyiket úgy hívták, hogy Belényes Teréz, másikat úgy, hogy Babos Emese, nem tudom, mi lett velük. És elmesélték nekem, hogy az orsolyák francia forradalomról tanítottak, én akkor rajongtam a francia forradalomért, ma már sokkal szkeptikusabb vagyok, és azt magyarázták, hogy július 14-én a csőcselék fölkoncolta a Bastille-t védelmező svájci gárdistákat. Ezen én nagyon felháborodtam, és 16 éves koromban ez volt életem első megjelent írása, a Váradi újságban írtam egy cikket a rohadt orsolya apácák ellen, akik a svájci gárdistákat így védelmezték a francia nép ellen. De nem mertem aláírni, mert tudtam, hogy van egy törvény, hogy nem szabad középiskolásnak, ez még Ötvös József óta volt írni. És ez ugyan román idő volt, de hát azért. És kitaláltam egy nevet, az írtam visszafele, az Matri, és ebből csináltam egy Mattori nevet. És ez Mattori Pál néven megjelent, egy nagy támadás a váradi orsolyák ellen. Igen, nem, de az orsolyák följelentették a szerzőt, és a Szent László igazgatója, akit Deák Ferencnek hívtak, mi csak a haza barmának hívtuk persze az iskolába, Deák Ferenc bement a laphoz, megkérdezte, hogy ki, és ott Ajasul megmondták. És akkor engem a kicsapott az iskolából emiatt, hogy elég hülye helyzet volt, mert 46-ban Romániában egy Ötvös József törvény alapján csapott ki. És akkor apám elvitt a premontreiekhez, és azok fölvették az orsolya ellenes cikíróját, ahol nagyszerű évet töltöttem. Az egy isteni gimnázium volt a premontrei. Ott tanított Juhász Gyula egyébként valaha, meg az egy fantasztikus jó iskola volt. Arról meg az az emlékem van, hogy volt egy kegyes tanár úr, egy paptanár, aki latin tanított, és feladta egyszer a akkuzatívuszt és az ablatívuszt vonzó prepozíciókat. És kiszólított a következő órán, és mondtam neki, hogy ablatívuszt vonzanak az ab, cum, ex és eternus, sine, pro és pré. És akkor mondta, és akkuzatívuszt, mondtam, hogy ezt nem tanultam meg, tanár úr, mert kétféle van csak, tehát ami nem ablatívusz, az akkuzatívusz. Hogyha háromféle volna, akkor meg kéne tanulni, de mint hogy csak kétféle van, fölösleges mind a kettőt megtanulni, mert ami nem ez, az az. És elkezdett ordítani, hogy pimasz, emlékszem, ezt a szót mondta, és egy ilyen zsettatúre mozdulatot, egy ilyen szemmel, mint az ördög, és elkezdett ordítani velem, hogy 20 éve tanítom, de ilyen pimasz diákot még nem láttam. És én bizonygattam az igazamat, hogy minek ezt megtanulni, a hosszabbat. És azt mondta, hogy nem, ezt meg kell tanulni. Miért? Csak. És akkor a következő órára hát persze megtanultam, úgyhogy tudom is, hogy ante apudadat versus cincum circa citracis máig. És aztán, amiért elmesélem a történetet, mert ez önmagában érdektelen, elmúlt két hónap, és egyszer bejött kegyes tanár úr, aki egy 60 év körüli pap volt, bejött, és azt mondta, hogy én gondolkoztam ezen, amit a múltkor mondtál ezzel a kétféle, neked igazad van. Ezt még nekem soha nem mondta senki, de tényleg minek megtanulni a másikat is, hogyha az egyik kizárja a másikat. Na most ez egy nagy ember volt a kegyes tanár.
aki ezt 40 évig tanította, és jött egy pimasz zsidógyerek, és ezt mondta neki, egy premontrai gimnáziumban, és fogta magát, és merte egy két hónap után beismerni, hogy igaza van a másiknak. Úgyhogy ez nekem egy életre, azt látod, hogy ma is emlékszem rá, és mikor tanítok, ez nagyon gyakran eszembe jut, hogy meg egyáltalán, hogy hát ne kell hallgatni a másikat is, hát ha nem mond hülyeséget. Már most ezt a pimas zsidó gyereket pár hónappal a 14. születésnapja előtt beviszik a nagyváradi gettóba. Igen. 44 nyara, akkor, amikor egy magyar kultúrában nevelkedik föl, a zsidó kultúra számára különösebben sokat nem jelent, és amikor, ahogy egyszer írtad, vagy mesélted, az a bizonyos szociális eszmélkedésed már megtörtént József Attilán, és ha jól emlékszem, akkor már a kommunista kiáltványt is ismered. Ezek az ilyen típusú első élmények azért érdekelnek, mert ahogy tudom, a későbbi életpályához ezek nagyon szorosak hozzátartoznak, még a gettó előttről. Kérlek szépen, ez a három szögelési pont. József Attilát, azt a bizonyos cserépfalvi összest. A hírest. Hát nekem a költő az a nagy magyar klasszikusokon, akik hát ugye utolérhetetlenek, és hát tiszta pillérek voltak, tehát arany, főleg arany. Aki oda valós is, ugye Szalontai, de hát ettől függetlenül. Arany mindig jobban szerettem, mint Petőfi, de hát ezek ilyen vörösmarty arany. Aztán 12. vagy 3. születésnapomra egy miskolci ügyvéd, hadd mondjam ki a nevét, Tardi Palinak hívták, apám barátja, eljött hozzánk egy karácsonyra, vagy nem tudom, milyen alkalomból, és akkor két könyvet hozott nekem ajándékba, ami egy 13 éves gyereknek elég furcsa, a József Attilát és a Candidot. És hát mind a kettő párhuzamosan óriási hatással volt. Emellett volt, azt Ádám adta ide a kommunista kiáltványt, aki akkor úgy szimpatizált, vagy érdeklődött, ő 4 évvel volt idősebb nálam ilyen dolgok iránt. És azt is nagyon szerettem, még én máig az az érzésem, hogy az egy nagyon irodalmi szempontból nagyon jó könyv, kérlek. Nem merem neked mondani, vagy a közönségnek mondani, de ezek a mondatok, hogy világproletári egyesüljetek, meg kísértet járja be Európát, hát ezek versorok azért, akárhogy veszem. Most nem az az érdekes, hogy igaza van, vagy nincs igaza, de jó író volt a Marasz Károly. Ez egy kifejezetten jó író volt. Hát nem a tőke második kötetének a közgazdasági fejtegetésé, de a Brümer vagy a kommunista kiáltvány, ezek hát hallatlanul vonzó szövegek voltak. Na, már most ez, és amellett hát akkor már szembe kerültem a szüleimmel ilyen szociális. Olvastam a falukutatókat. Mikor? 42-43-ban. És kiket legelőször? Tardi helyzetet olvastam elsőnek. Aztán a Kovács Imre Néma forradalmát, a Féja könyvét, ezeket mind elolvastam a Hegedűs kölcsönkönyvtárból, és ezeket apám is nagyon nagyra becsülte. Apámnak volt egy ilyen paraszti érdeklődés a gyerekkora miatt. És nagyon szépen beszélt magyarul, gyönyörűen beszélt. Sokkal jobban, mint én persze. Ki hát már városban nőttem föl. És ezek nagyon hatottak rám, viszont ez szociálisan vele szembeállított. Tehát mondjuk engem rendkívül idegesített, hogy a cseléd lány, aki egy székely lány volt, az nem a fürdőkádba fürdött, hanem kint a konyhába mosakodott. Ami hát abszolút természetes volt, hát elképzelhetetlen lett volna. Mondtam anyámnak, gondolom kicsit szerelmes is lehettem abba a szép lányba, és anyám hát azzal válaszolt, nagyon képmutató módon, hogy ő is nagyon rosszul érezni magát a fürdőszobában, nem ehhez van szokva. Egyébként valószínűleg igaza volt, hogy rosszul érezte volna magát, de hát ez érvnek nem volt elfogadható, ma se fogadnám el. Azért éreztem volna magát rosszul, mert nem szokta meg, ugyebár. Hát az föl sem merült, hogy velünk együtt étkezzen, vagy nem tudom mi. Ez ott nem volt. Ez egyébként nem zsidó vagy keresztény probléma volt, ez ebben a rétegben föl sem merült. Na hát 44. Kérlek szépen, bejöttek a németek, föl kellett várni a sárga csillagot, és akkor 44 áprilisában vagy májusában, azt már nem tudom, hogy nagyon nagy lakásunk volt a Széchenyi téren, ebbe a Brühl-házba. És akkor, ja hát ehhez még azt kell tudni, hogy 40 szeptemberében visszakerültünk Magyarországhoz, mert addig Románia volt. És akkor a bécsi döntés következtében Erdély Magyarország lett. Iszonyú boldogok voltunk,
Horthy akkor bevonult Várodra, fehér lovval, ami persze úgy történt, hogy a fehér lovat vonaton lehozták a váradi pályaudvarra, mert nem Pestről jött a lovon, kirakták a lovat, és ott Horthy ráült, és végigment a körúton. De hát ezt mi nem tudtuk, vagy ha tudtuk, azt hiszem ezt is elfogadtam volna, 10 éves voltam. Erkéről néztünk, örjöntünk, apám is nagyon boldog volt. Nem mintha román időkben borzasztó rossz lett volna, valljuk be, de azért az nagyon nagy boldogság volt. Vejszlovicson szállodás, az egy aranyjászolt csináltatott Horthynak, és akkor aranyjászolból eltette meg a lovát. Ezt egyébként egy koncentrációs táborban verték agyon később, mert ez is zsidó volt ez a Vejszlovics. Nagyon gazdag, pasos volt. Na elég az hozzá, hogy tehát magyar idők voltak, nagyon boldogak voltunk, bocskai sapkát viseltünk, és ebbe éltünk. És apád mire számított, hogy a magyar idők mit fognak változtatni sorsán, helyzetén? Vagy te nem is erről volt szó? Nem erről volt szó. Nézd, elég rossz, azt nem tudják, azt hiszem máig nem írták meg, hogy Erdélyben rosszabb volt a helyzet 40 és 44 között, mint az anyaországban. Mert a szélső jobboldaliak, akiket itt a régi réteg nem engedett előre törni. Tehát az őrségváltás itt nem történt meg. A minisztériumokban, meg orvosi kamarában, meg értelmiségi magasabb a helyeken a régi konzervatív keresztény középosztály ült. És amikor jöttek ezek a nyilas fiatalok, vagy szélső imrédista, ezek itt nem nagyon rúgtak labdába. És ezek viszont lejöttek Erdélybe. És Erdélyben nem ennek a keresztény középosztálynak megfelelő ottani magyarok kerültek vezető pozíciókba általában, hanem a anyaországi nyilas vagy szélső jobboldaliak. Tehát ott jobboldalibb volt a világ, mint mondjuk Pesten vagy Szegeden vagy másunk. Emlékszem, hogy elég ronda fráterek jöttek ide. Hát voltak nagyszerű odavalósiak is, mint például Latki Endre a főispán, aki hát ezt próbálta ellensúlyozni. Mindezt csak utólag tudom, hát akkor gyerek volt. Nem tudom, hogy apám mit gondolt. Egy történetre emlékszem, hogy valamikor a 40-es években jött egy orvos, aki, én már nem tudom honnan menekült, Ausztriából vagy Szlovákiából, és apámnak hát rengeteg ruhája volt, és nagyon elegáns, jóképű elegáns ember volt, és volt mit tudom én, 20 öltönye, és 50 inge, és 50 cipője, és akkor az ott vacsorázott nálunk, és ez az orvos, és aztán apám kiment, és hozott neki egy ruhát, egy 3 inget és egy cipőt, hogy menekült valahonnan. Nem tudom, hogy ez miért menekült, nem tudom, hogy honnan, azt sem tudom, hogy zsidó volt-e, vagy keresztény volt, vagy politikai, fogalmam sincs. Nem emlékszem a pasasra, csak a történetre. És aztán, amikor elment apám, akiben volt valami az én szkepszisemből és önutálatomból, de kevesebb, mint bennem, mert azért ő még 19. századi ember volt, és jobban hitt magába, mint én magamba. De azért néha voltak rossz pillanatai, vagy jó pillanatai. És akkor bejött, és azt mondta, tudod, azért én egy ronda fráter vagyok, mondta nekem. Mondom, miért? A legrosszabb ruhámat adtam neki, és a legrosszabb cipőmet. Néztem a 30 ruhámat, és kiválasztotta. Az is nagyon jó volt természetesen még. Azt mondja, és ezért asszociáltam a kérdésedre, azt mondta, 2 év múlva már lesz ennek jelentősége, hogy melyik ruhámat adtam neki? Ki fog nekem ruhát adni? És miért adtam neki a legrosszabbat? Ez is egy emlékezetes történet. Én is a legrosszabbat adnám ma is egy menekültnek. Biztos vagyok benne, hogy egy jugoszláv menekült magyar író jönne ide, akkor nem a legjobb ruhámat adnám neki. Annak ellenére, hogy tudom, hogy hülyeség nem a legjobbat adni. Nem disznóság, mert az nem érdekel, hanem hülyeség. Nincs jelentősége, hogy a jót vagy a rosszat adod. Egyébként ez is az ő szövege volt, csak minden azért megmaradt bennem, akármit lázadtam ellene, hogy erkölcsösnek nem etikai meggyőződésből kell lenni, vagy Isten miatt, vagy ilyesmiért, hanem érdekből. Miért ne legyek tisztesség? Igen, valami ilyesmi. Igen. Ő nyilván készült már a későbbiekre ebből a történetből is ezzel jött ki. Valószínűleg. Bár a zsidó törvények érintették. Ki sem volt keresztelve, illetve háború után keresztelkedett ki unitáriusnak. Anyám sem volt kikert. Valószínűleg nem esett erről szó otthon. Valahogy el is, biztos is volt benne, és mégse tudta elképzelni.
annyira be voltunk épülve a magyar életbe és a városi társadalomba, apám hát a felső 10 000-hez, vagy a felső 1000-hez tartozott, hogy valahogy azért ez úgy nem látszott reálisnak, hogy az embert bedobják egy palánk mögé, vagy felvaratnak rá egy csillagot, vagy miközben hát persze tudta, hogy ilyen van a világon. Na, elég az hozzá, hogy 44 tavaszán, az arra jól emlékszem. Kérlek szépen megjelentek rendőrök a lakáson, és az elég hülye jelenet volt, és leltárba vettek mindent, ilyen ezüstárgyakat, hogy állás szívvel orvosomnak belegravírozza meg ilyeneket, és anyámnak a gyűrűjét, két gyűrűje volt, egyet, először az egyiket, azt betették egy olyan kis zacskóba, egy olyan nylon, vagy nem tudom milyen zacskóba, és aztán, hogy egy gyűrűjét is vegye le. És akkor anyám azt mondta, hogy ezt hagyják meg, ott elkezdett könyörögni. Hát ez a jegygyűrűm is bele van vésve. És nagyon szégyelte magát a rendőr, egy fiatal rendőr volt, és azt mondta, hogy ezt is muszáj. És akkor lehúzta. És oda ment apámhoz, aki hát egy ilyen magyar úr volt azért, és azt mondta, hogy hát főorvos úr is adja itt a gyűrűjét. És akkor apám így kinyújtotta a kezét, és azt mondta, a fiatal rendőr volt, hát apám volt akkor 48-50 éves. Fiam, én sebész vagyok, én nőgyógyász vagyok, én nem hordok gyűrűt, lehet, hogy téged is én vettelek ki az anyádból. Nem tudok gyűrűt hordani, annak nem szabad a sebésznek. Fölsértettem volna az anyád hüvelyét. Erre? Vérvörös lett a pasas, és szedte össze a többi ezüst holmit a lakásba. Te ott jelen voltál? Én ennél jelen voltam, igen. Erre, szóval ez nem sztoriként emlékszem rá, hanem tanúként. Én azt csináltam akkor, kérlek, az egy érdekes nap volt. Én kimentem a Svájcba, ami tele volt pezsgővel. Hálás betegek küldtek pezsgőt. És megfogtam a pezsgős üvegeket, és így a földhöz vagdostam őket. De azzal egy ilyen düvel, hogy aki ide jön majd, annak ez nem maradjon. Úgyhogy bokáig pezsgőbe és pezsgő szilánkba álltam ott. Amikor is kijött anyám, és akkor kaptam életem első és utolsó pofonját, és két rettenetes pofont lekent. És kijöttek a rendőrök is, meg mindenki, hogy mi ez a zaj. És akkor mondtam neki, hogy az anyjuk istenit, hát ne igyák meg a mi pezsgőnket, aki ide be fog költözni. De anyám ott, mint aki nagyon jó háziasszony volt, hát ezt képtelenségnek tartotta, hogy most a konyha fürdik a pezsgőben. És hát mondta, hogy mit képzelsz? Hát így itt hagyni a lakást ezekkel a cserepekkel és a pezsgőzével? Te vagy te őrülve? És mondtam, hogy te vagy megőrülve. És ott ordítottam. Nekem volt igaza. Szerény véleményem szerint. Hát persze neki is igaza volt, mert mit szólt az a család, aki oda bejött, hogy itten ilyen rendetlenséget találtak. Na, akkor felraktak egy nagy teherkocsira, és bevittek a gettóba. Hát ez történt. És a gettó mennyi ideig tartott? A gettó az nekünk tovább tartott, mint másnak, hál' Istennek. Egy olyan 5 hétig talán. Az egy elkerített területe volt a városnak. Váradon nagyon sok zsidó volt, kb. 30 000. 100 000-es lakosságból 30 000 zsidó volt, tehát nagyon nagy volt a arány. Azokat bevitték ebbe a kerületbe. Elég vacak körülmények között voltunk, olyan 21 ilyen szobába, mindent kivittek, tünk már mi a szobákból, és ilyen ezeket, matracokat raktunk le, és azon feküdtünk. És ott ez volt, ott éldegéltünk, ennivaló volt, de nem jó, és dolgozni nem kellett. Volt a Dreher gyárnak egy lerakata a sörgyárnak, és annak a pincéjében volt egy csendőr különítmény, amely behívta a gazdagabb embereket, és nagyon megverte őket, hogy hol rejtették el a vagyonukat, vagy kinek adták oda kereszténynek. Ezt csak úgy hívták a zsidók pillanatokon belül, hogy pénzverde, mert kiverték az emberekből a pénzt. És egy rektor nevű százados volt, emlékszem, a főnöke vagy főhadnagy. És ott elég keményen vertek. Volt egy öreg bácsi, egy ilyen nagyon primitív, nagykereskedő zsidó, nagyon gazdag, akit rettenetesen kínosztak ott, villanyoztak is meg, szóval az egy kemény hely volt. Fürdőkádba, vízbe, meg minden rémség volt. És ez mikor már nem bírta, ez az öreg, akkor azt mondta, hogy hagyják abba, megmondom, nem bírom, hagyják abba. És akkor elengedték, és akkor azt mondta, hát megmondom, és akkor azt mondta, Kossuth Lajosnak. És
akkor megint borzalmasan elkezdték verni. Akkor egy fél óra van megint hagy, de most már nem bírom meg. Kinek? Széchenyi Istvánnak. Ezt nagyon verték egyébként ott bent, ezt az öreget. Ez egy hős volt, kérlek, egy hülye hős, mert a pénzét fontosabbnak tartotta, mint az életét. És volt valami fura dac és dű benne. Ez egy nagyon primitív nagy kereskedő volt, azt hiszem, egy ilyen ortodox, vallásos ember. Hogy úsztátok meg? Hát úgy úsztuk meg, hogy apám zsenialitásának köszönhetően, mert az történt, hogy egy idő múlva bejöttek a vonatok a gettóba, ott volt egy ilyen pályaudvarféle, és oda berakták az embereket, és elvitték őket Auschwitzba, vagy nem tudom hova. Így vitték el a nagyapámat, nagyanyámat, nagybátyámat, nagynénémet, ezekből senki nem jött vissza. Ebből a 30 ezer emberből a 10%-a jó, ha életben maradt. Na most apám azt találta ki, hogy tudta, hogy nagyon félnek a flektifusztól a hatóságok, a németek is, a magyarok is, és Ukrajna ugye tele volt flektifuszosokkal. A gettóban pedig volt egy néhány munkaszolgálatos, akik ezt hozhatták onnan, például Zsolt Béla az író, Steiner Bélának hívtak rendes nevén, és kitalálta, hogy itt flektifusz járvány van, nem volt semmi flektifusz. És akkoriban már nagyon jóban voltunk egy csendőrrel, aki Ladi Gyula bácsival, aki dunántúli paraszt ember volt. Gyula bácsi úgy ismertem meg, hogy egyszer találkoztam vele, és sírt. És akkor kérdeztem, hogy miért sír az utcán. És mondta, hogy ez olyan rémes, hogy gyerekekkel mit csinálnak. És akkor azt csinálta, hogy a pisztolyát kirakta, és abba a pisztolytáskába hozott vajat, meg olyan ételeket, ilyen vitaminos ételeket be. Ami életveszélyes volt, elkapták volna, kérdeztem tőle, hogy akkor mi van, azt mondta, hogy nem végezték volna ki, hanem kizavarták volna a frontra azonnal. És nem mint csendőrt, hanem mint közkatonát. Gyula bácsi nagyszerű ember volt, és engem nagyon sokat segített az, hogy mondjam, Vas Pista szavával, hogy az épp eszemet meg tudtam őrizni, és hogy 45 után nem lettem egy ilyen hisztérikus idő bosszú álló, nem tudom én mi, mert hát Gyula bácsi fantasztikus volt. Szerepe van a történetben, nem véletlenül mondtam. És apám kitalálta a flektifuszt. Igen, nem, de hatóságok azt mondták, hogy hát hamisak a laboratóriumi eredmények, úgyhogy egy kinti orvosnak ezt meg kell néznie, méghozzá a tiszti főorvosnak. Vár a tiszti főorvos a Bőti Konrád volt, aki egy ugyancsak nagyszerű ember volt, nagy bőti család, ugye Bőti László 48-as szabadságharcban, az egy nagy földbirtokos gentri család volt, és Konrád bácsi az egy egészen kivételes ember volt. De hát valahogy értesíteni kellett, hogy hogy találja meg a vacilust, mert hát nem tudhatta. És a Gyula bácsi vitte ki az üzenetet. Aki nem volt egy egyetemi tanár, Ladi Gyula, tehát ezt és írásban nem lehetett neki adni, és hát aránylag bonyolult probléma volt, úgyhogy ezt nagyon hosszasan magyarázta neki apám, de tökéletesen megértette, és Konrád ilyen módon megtalálta a bacillusokat, és akkor elrendelték, hogy a gettón belül legyen egy járványkórház. Ez egy, mondom, teljesen hamis kórház volt. És közben az embereket elvitték, hogy ez elég morbid helyzet volt, egy város rész, amelyik abszolút kihalt, ahol 30 ember él, ott, ahol nem sokkal előbb 30 ezer ember élt. És én ott sétáltam az utcákon, meg lakásokban, meg kutyák, kobor kutyák, ahol mindig Buñuel film. Aztán egy idő múlva, amikor már ez is veszélyessé vált, és elkezdték a rémhírek terjedni, vagy igazi hírek, hogy előbb-utóbb fölgyújtják ezt a kórházat, hogy ránk szögezik, és Ukrajnában ezt csinálták a mindenféle ilyen járványkórházakkal. Szóval ez egy ismert módszere volt a hadvezetésnek, pokoli módszer. Szóval akkor megszöktünk, és átszöktünk Romániába. Ami elég simán ment. Egy román orvosnak, egy váradi román orvosnak, Tercán doktornak, hadd mondjam ki a nevét, annak a segítségével. Mert annak ott a határon voltak kapcsolatai, és Gyula bácsi segítségével. Könnyen szöktetek át? Elég könnyen. Egy éjszakát mentünk egy erdőn keresztül, egy Dörner nevű német, hogy teljes legyen a nációknak a keveréke, ugye? Egy Dörner nevű német paraszt, az már pénzér azért. Az szöktetett át bennünket. És akkor egy Sáji nevű községnél, Sáujeó románul ott értünk át, és ott egy román tiszt fogott el bennünket, egy egészen fiatal hadnagy, vagy főhadnagy,
Én tudtam a legjobb, én elég jól tudtam románul. És apám még nem... Ja, ezt is, hogy hát ezek abszolút magyar érzelműek lévén, a szüleim románul nem tanultak meg dacból, meg nacionalizmusból, meg nem is volt szükség rá, mert Váradon alig ért román. Hang, amit hallunk, a Rudi kutya. Igen, elunta és most leugrott az ölemből. Szóval ez ott megállt előttünk, ez a tiszt, és elővett egy újságpapírt, és azt mondta, hogy jól, ki tud itt románul, mondtam én, fordítsam le, és az ott az újságcikkben, hogy például Trecsérje clandestinat granice, szóval a határ illegális átlépéséért helyben fölkoncolandók, akik ezt teszik. És én ezt ott lefordítottam, és apám olyan unottan és fáradtan azt mondta, hogy hát akkor rajta, koncoljon. Fordítsd, hogy koncoljon. Lefordítottam. Ez tornacipőben volt ez a tiszt, és egy ilyen vesző, nádvesző volt a kezébe, és azon úgy vert a lát, azért csak azt mondta, hát nem veszik azért a foronakását, mondta románul, és mi van maguknál. És akkor ami még volt, tehát apámnak volt még egy napulan aranya, meg egy órája, meg mit tudom én mi, ezeket szépen elvette. Elvitt bennünket az első faluba, Kocsin, vagyis Szekéren, Tenke volt a neve, Tinka, ott megvette a jegyet az egész társaságnak, saját zsebéből. Igaz, hogy az kevesebb pénz volt, mint amit elrabolt, annak a 20-ada vagy 50-e, de hát ugye a viccel élve, holott agyon is lőhetett volna, vagy lövethetett volna, megvette a jegyeket, és föltett a vonatra, és azt mondta, hogy engem nem ismer, ne velem nem találkoztatok. És akkor ott elkaptak egy razziánál, és bevágtak egy Târgu-Jiu nevű internáló táborba, ami már Románia mélyén volt. Ez egy fura tábor volt. Ott együtt voltam Ceausescu elvtársal például, kérlek. Igen, a kommunisták is ott voltak. De együtt voltam Majtényi Erikkel, aki egyik a világ legkedvesebb embereinek, Mann Eriknek hívták még akkor. És ott az egy nagyon fura. Akivel nem tudtak a románok mit elkezdeni, azt oda berakták. Úgyhogy ott voltak kommunisták, voltak vasgárdisták, tehát a kormánynál jobboldalibbak, ott egy amerikai, akit lelőttek a repülőjét, és nem tudtak vele mit csinálni, Tom Cordnak hívták, emlékszem a nevére. Voltak Buzik, ott volt Árgézi, Tudor Árgézi, a legnagyobb költőjük, mert írt egy németellenes cikket, azt nem akarták, nem tudtak, azt oda berakták. De ilyen furcsa hely volt. Ez egy szigorú tábor volt? Nem, ez egy abszolút nem szigorú tábor. Lengyel volt sok, lengyelek, akik ott átszöktek a lengyel összeomláskor. Kiket itt az Antal József apja mentett Magyarországon. Ki nagyon rendes ember volt. Kérlek szépen, nem volt szigorú, ott nem kellett dolgozni ott se, ami azért nagy előny ilyenkor. A ennivaló nagyon rossz volt, és sok járvány volt. Vérhas volt, abba haltak is meg, de mi megúsztuk. A latrina terjesztette a vérhast, viszont mi csináltunk egy ottani román ügyvédnek a tanácsára egy monokli nevezetű szerszámot, amiről te nem tudod, hogy micsoda. Az kérlek szépen egy ilyen fa lacak, aminek a közepe ki van vájva a fenék számára, és van egy ilyen kis fogantyúja, és az embernek egy olyan, akkor azt rá tudja tenni a latrinára, és utána hát azt nagyon tisztára le kell sikálni minden oldalán, az egy életmentő feladat, és azt senkinek kölcsön nem szabad adni, és be kell vinni a barakba, a barakon maradtunk. Úgyhogy valószínűleg ez mentette meg az ember életét, vagy legalábbis, hogy nem lett beteg. Úgyhogy ez olyan, mint egy monokli, ugyebár, mert hát egy ilyen lyuk van a közepén. Ott aztán nagyon jól megtanultam románul. Egy rövid ideig voltunk, egy néhány hónapig, de felszabadulásig, augusztus 23-áig, mikor Románia átállt. Ez egy nagy nap volt, aznap szabadult fel Párizs a németek megszállásától, és álltak át a románok, az egy nap volt, ha jól emlékszem. És akkor ez föloszlott, ez a tábor valahogy úgy önmagától. Nem voltak még ott az oroszok, úgy fölrobbant. És akkor vége lett a háborúnak a számomra. És te mit csináltál ebben a táborban például? Adi esteket rendeztünk, akármilyen komikus, kérlek szépen. Nagy magyarok voltunk a történtek után.
akár hiszed, akár nem. Volt a táborban egy Epstein Erzsi nevű nő, aki Halász Gábornak volt a felesége vagy szerelme. Még nem tudta, hogy Halász Gábort megölték, és ezt tudta Adit kívülről, ugye, hogy volt az egészet, és Adi esteket rendezett az Epstein Erzsi, akik aztán háború után egy Tóth Endre nevű költőnek lett a felesége. Nemrég halt meg, Szabó Ervin könyvtárban dolgozott. És ő volt ottan a főnök, volt kulturális élet. Ez a román ügyvéd, akitől a monoklit tanultam, és aki segített kifaragni, az román irodalomról beszélt. Szóval mint egy börtönben olyan volt, csak hát lazább volt, mert parakokban voltunk, se lehetett mozogni. Volt Appelplatz, azt azért megtanulták a németektől, ott reggel állni kellett egy kicsit. Ez volt. Könyv nem volt, de mindenki emlékezett valamire. Apám ott orvosi dolgokról, orvostörténeti eladásokat. Elég jó színvonal volt, azt kell mondjam. Sok értelmiségi volt ott. Ez a Tom Cordot is kértük, de ez egy elég primitív ember volt, ez az amerikai pilóta, úgyhogy ez semmiről nem tud beszélni. Arra emlékszem. Nem erről a pilótáról mesélted egyszer, hogy mit is? Hogy lezuhant. Ez kérlek szépen kiszabadult, és megérkezett Bukarestbe, jól emlékszel, és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, ami ott is volt háború után, ő volt az egyetlen amerikai fogoly a Romániába talán, és ebből az alkalomból egy nagy ünnepséget rendezett az Árópalota tetején, ami egy olyan magas épület Bukarestbe, és ő ottan evett, ivott, és aztán utána le akart menni, kinyitott a liftajtót, és nem vette észre, nincs benne lift, belépett és szörnyet hal. 22 éves vagy 24 éves korában, miután lezuhant a repülőgépe, internálótábort átélte, és ott meghalt a liftaknába Bukarestben. Ez egy ilyen túl jó történet, azért nem mondtam. Akkor már mi is Bukarestben voltunk, mert néhány hónapig utána Bukarestben voltunk, úgyhogy ott hallottam. És miért pont Bukarestben mentetek? Hát mert Várad még megszállva volt, vagyis hát német megszállás alatt volt, és túlt a háború még ott. És hát Bukarest volt egy olyan város, ahol lehetett élni. Apám rögtön elkezdett dolgozni. És ott voltunk 45 tavaszáig körülbelül. Ott jártam is, román iskolában is jártam én, kérlek. Ott pedig az volt, hogy a második, ugye hát rosszul tudtam azért, vagyis hát kiejtéssel románul, és a második vagy harmadik nap megvertek a román gyerekek, mint büdös magyart, mint bozgort, ez volt a kifejezés. És én akkor fogtam magam, és elmentem az igazgatóhoz, akit úgy hívtak, hogy Graur, nevekre emlékszem furcsa módon, ami tücsköt jelent egyébként, és elmentem az igazgatóbácsihoz, a Graurhoz, és azt mondtam neki, hogy hát én ezt nem tartom korrektnek, hogy engem még egy fél évvel ezelőtt, mint zsidót vertek a csendőrök, és most itt, mint magyart vernek az osztálytársaim, azért ez túlzás. És Graur azt mondta, hogy egyetért velem, és bejött az osztályba, és ezt elmondta, hogy hát ez történt, amire a szünetben még jobban megvertek a gyerekek. És akkor én hazamentem, és apám valami olyasmit mondott, hogy nem szép dolog árulkodni. Ez például ez is érdekes volt, hogy ezt mondta, hogy az ember nem árulkodik te. Igaza volt? Azt hiszem igaza volt.